Sziasztok és üdvözlök mindenkit a 10. epizódban, ami egy kis eltérő lesz a megszokottól. Megpróbálom gyorsan összefoglalni a menetrendet. Szóval szokás szerint 3 játékkal fogunk játszani, és az a három játék lesz, ami az előző 9 epizódból általatok kiválasztott legrosszabb, legjobb, illetve legkreatívabb. Szóval lényegében az epizód felépítése úgy fog kinézni, hogy egy kis szöveg, aztán játszunk egy játékkal, aztán megint kis szöveg, aztán megint játszunk egy játékkal. Szóval még miért túl sok szöveg lenne, nézzük is meg, hogy melyik volt a legrosszabb Tesco-s horror játék az elmúlt 10 epizódból. Oké, szóval az ugye... igazi nosztalgia laketetett meg hirtelen, pedig csak fél éve volt. Szóval ennek a játéknak van egy leírása is, amit egyébként mondtak, hogy nézzek bele mélyebben a játékokba, szóval most ezt fogom tenni. Miután mély álomba voltál, rémálom ébresztett fel. A hidegrázás még mindig a testében furcsa zajt hallott a házában. Csak te tudod kivizsgálni, hogy mi történik, és kihatolt be a házadban. A keresés során még mindig emlékszik egy olyan férfi kísérteties mosolyára, akinek ruhája vérben van. Rögtön tudta, hogy ő olálkodik a közelben. Ő Jeff, a gyilkos. A borzalmas mosolyáról ismert férfi. Keresse meg, és ölje meg, még mielőtt megöli önt. Találja meg az összes elemet, amelyre szükség van a küldetéséhez, és megöl minden csontvászharcost, és az élő halottakat, akik útban lesznek. Menekülj ebből az álomból. Vagy ez a valóság? Hát ez durva, életben nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen mély története van mondjuk. Ojaj. Ezek mind locked vannak. Ennyi pálya van? Basszus, mi volt az a gomb, amivel eltüntetem az egerem? Nem emlékszem. Pedig volt valami gomb erre. Nagyszerű. Jó, oké. Fura hangok vannak a házban, az fix. Az ilyen lassú volt akkor is már, vagy mi történik? Kicsit más a feelingje most ennek a játéknak. Én nem tudom, ilyen dölöngélős izébe vagyok most. Fura. Hát, hoppá. Ja, hát ez meg mindig működik, oké. Ha itt volt a baseball zítő, az fix info. Oké. Szóval ezzel kilépek a játékból. Oké, akkor újra, mert ezek szerint már egy kicsit elszoktam a böngészős játékoktól. Kettő... Hogyan lokkol... Tudod mit? Megyünk a kettőre egyből, nem lacafacázunk itt, megyünk kettőbe egyből. Oké, mi ez a hang? Na, most már normálisabb a izém is. Nem tudom, mi volt akkor az előbb. Akkor itt van Jeff, ugye? Vagy hát a kamu Jeff, mert az fixen nem Jeff. Jó napot kívánok! Ja, de hogy Jeff... De igen, ez csak egy fantom, erre emlékeztem mondjuk még. Oké, azt hiszem F-fel kell itt interaktálódni, azt hiszem. Oké. Na hát igen, tehát bele tudok nézni a dolgokba, azt tudom. Meg prómba is tudok lemenni, na ez új. Itt a plafon az így klippel, hát átklippelünk a valóságon lassan már. Nagyon jó tévé. Tehát Jeff a killer, Jeff a gyilkos, az így konkrétan betörünk a házunkba. Kell a baseballzütő, azt tudom, hogy hol van. Na most már fel vagyok fegyverkezve. Nem érdekelsz. Jeff a gyilkos? Ez furcsa. Van egy feszítővas a hátsó kertben valahol. Keresd meg, és valahol ott lesz egy kés is. Bökő. Minek az nekem? Itt a baseballban dütő. Ha emlékeim nem csalnak, itt van. Hát süti az van. Nem. Jaj! Megijedtem mondjuk. Mondjuk azt megnéztem volna, hogy működik-e az a kicserélős, vagy ki... Hát ő elszublimált. Nem igazán működik ez a kerülős téma. De egy csontváz az miért vérzik mondjuk? Megvan a három kulcs. Let's go. Akkor ide jövök, ugye? Oké, akkor másik. Jó napot kívánok, uram! Esetleg megállna egy időre egy baseball bandütő megkóstolására mondjuk. Jaj ne, mi a szar, meg fog halni? Oh no, I have to... Ajaj. Uram. Hát... Oké, most már ki tudtam menni. Nagyszerű. Úristen. Mi ez a zene? Jaj. Jó napot kívánok, maga egy fa? Azt a milyen flippet lenyomott ott, haló. Na jó, van igazából most itt egy crowbart kéne megtalálnom, igaz? Miért vannak zombik a hátsó kertemben? Na ez egy tipikusan sokszor feltett kérdés.
Ó! Támadó pozícióba lendült. Nézzétek meg, micsoda zsigulim van. A baseballban dütő. Na mindegy, ez nem az volt. Jézusom, zombi apokalipszis van itt a hátsó kertembe. Tej! Júj! Hagyjatok békén. Seprűnél az nem kell, azt hiszem. Na, maradtok ott bent, haló. Ó, oké. Jézusom, Jeff és a bandája. Megindul a banda? Hát én mit kéne kezdjek itt? Meg kéne ölnöm Jeffet, mi ő a főnök? Mindig meg kell ölni. De milyen stílusba vágja itt a kését azért, ott már majdnem, hogy debel konkrétan. Hát itt konkrétan savage moment. Jajjaj. Valakit nagyon elintéztem, hogy... Ja, ez a kutya? Oké. Hogy lett a crowbaromból egy kés mondjuk? Ezt így szeretném megtudakolni. Oké, ez egy kicsit fura. Jammed, oké. Ez nyílik. Valami öt nótot kéne megtenni. Megszurkállak! Van egy szál cigit? Hol vagy? Ó, töltény. Ó, komolyodnak a dolgok itt már. Nem csak egy bököm lesz nem sokára. Nagyon tetszik ez a zene. Meg főleg, hogy ez egy fucking labirintus, hallod? Oké, Jeff the Killer az kicsit átmegy már lassan Slendermanbe. És nem tudom, hogy ez tetszik-e vagy sem. Adjál már békén, a Skyrimból szökött akármi. Oké, 3/5. Na maradjál ki, megszurkállak. Na, hogy azt hittem, hogy neked csak van baköd. Neked csak van bököd, oké. Speedrunnám itt az egészet már lassan. Még, jaj, visszajöttem ide. Viszont itt volt egy ajtó, amivel nem mentem bele. Ó, tehát erre is lehet menni? Vagy mi ez? Hopp. Go to sleep. Oké. Az, ja, az vágjátok, az a nagy izé szöveg volt. Ja! Várj, de itt van egy szöveg. Oké. Tehát, annó 70-ben ez a Jeff the Killernek volt ez a nagy szövege, hogy mennyi aludni. Aztán megszurkál álmodba, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem már mondjuk. Menj már innen zombi, hát hol érzette magad? Jézusom, kész zombi apokalipszis, a Walking Dead megirigyelni. Hol megyek ki? Pick up the gun. Hoppá, elnézésüket kérem, itt már itt ilyen... Puff. Fussál, uram. Hát itt nem viccelünk, itt már konkrétan fegyveres biztonságban vagyunk. Ajjaj. De ez bizony Amerika. Júj, meg fogok halni. Te jó ég. Na jó van, gyertek. Gyertek, ha mondom. Hova Jeff? Oké, Skyrim akármi az ott, és téged nagyon véd. Ó, bőven van ammom, nem kell félni. Ó, ja, hogy ezt így lehet spammelni is. Oké. Mondjuk egy csontváza nem tudom mennyire menne keresztül a golyó valóságban, de... Hallod, uram? Kicsit meghalnék már ennyi golyótól. Oké, hát visszatért! Most így mi a téma egyébként? Oké, hogy Jeff, de ki... Már megint itt vagy? Haló. Hányan vagy? Ja, hogy ezek már duplikálódtak. Elnézést. Ki tudok már menni? Ó, oh, let's go. Ki kell jutnom a házból. Úristen! Ó, oh, meg kell támadnom a kulcsot. Jézusom, már mindenki itt van. Zombi a lépcsőfordulóban, mindenki itt van. Ja, jó napot kívánok. Ó, töltény, let's go. Nem mintha szükségem lenne rá, mert itt annyira életképtelenek az ellenségek, hogy nem igaz. Megint itt a földön lesz, amit alig látok meg, mint a Slenderman-es játékban, meg itt is, ugye. Megőrülök. Szerintem ezeket a játékokat ugyanaz az ember csinálja. Közben kezdek attól félni, hogy itt gyülekeznek majd a szörnyek, mert nem lövöm le őket, mert ilyen pacifista vagyok jelenleg. Hova raknám a ház kulcsát, ha én egy kretén lenni? Meggondolták magukat egy pillanatra, meglátták, hogy felveszem a töltényeket. Várjatok, újra töltök. Itt nincs viccelés. Nem viccel... Jézusom! Mi van itt a lépcsőfordulóba? Én ház kulcsát így keres. Ott van, jó napot! Miért a kád alatt benne mondjuk? Ezt nem értem. Az ott legugolt? Mi a téma ott? Ja, csak várt arra, hogy elszumblimáljon, értem én. Ó, még Jeff is itt van a végére. Meg tudom fogni? Ja, nem, az az ajtó volt. Én meghalnék mondjuk. Tánc mozdulatokat versz nekem itt. Na végre, viszontlátásra. Mi történt? Ez egy rémálom vagy a valóság volt? Ez csak a kezdet. Még több rémálom fog közeledni. Maradj... kusba, nem tudom.
Akkor ezek szerint végigjátszottuk ezt a játékot. Hát, nem tudom, miről maradtunk le az első részben, de talán jobb is, hogy így most utólag pótoltuk be. Oké, szóval ez lett volna a Jeff the Killer játék, ezt szavaztátok meg a legeslegrosszabbnak az összes eddigi bemutatott játék közül. Viszont akkor menjünk egy kicsit mélyebben bele a statisztikákba. Az eddigi részekben összesen 30 játék került bemutatásra. Nos, ebből a 30 játékból egy 27-et láthattatok, ugyanis 3 játékot törölnöm kellett, vagy hát a felvételeket, ezt mindjárt elmagyarázom egyébként. De viszont a másik 25 játék mind megjelent, és ezeket így össze is szedtem szépen dátum szerint, meg úgy megjelent, meg a linkek is hozzá, tehát összerendeztem az egészet, volt időm rá. Szóval igen, itt lenne az összes eddig megjelent játék, ugye ez a 3 pirossal élt játék volt az, ami kimaradt. Az egyik ugye a Night Terror volt, ami azt hiszem a harmadik részben jelent volna meg, viszont ugye ott azt hiszem meg is említettem, hogy ugye a Flash Player már nem biztonságos, meg nem támogatott, úgyhogy azt inkább kihagytam. Akkor volt egy olyan játék, hogy Siren Head Awakening, nos ez azt hiszem a negyedik részben, vagy talán még pont a harmadikban lett volna, viszont ez a játék, hát konkrét játszottam bele, és sajnos nem volt olyan érdekes, még annyira sem volt érdekes, mint a Tesco Sorra játékok előtt megjelent Sirenhead-es videóban, amiben szintén 3 játékot játszottam, az ilyen úgymond ilyen elődepizód volt. Viszont ez a játék, amit így játszottam a Tesco Sorra játékok keretein belül, hát ez nem volt meg a kommentárommal se évezhető, úgyhogy muszáj voltam kitörölni. Aztán ott van még a Happy's Humble Burger Farm, ugye amit Etnevel küldött. Ez az epizód részlet, vagy hát ez a játék részlet maga, ez elérhető jelenleg a tagoknak is, úgyhogy ha tagja vagy a csatornának, akkor ezt akár most is meg tudod nézni. Tehát lényegében ezzel csak annyi volt a probléma, hogy elég lassú volt a játékmenet, én meg türelmetlen voltam hozzá képest. Bizonyára több időt adtam volna neki, akkor lehet, hogy lettek volna olyan horror elemek, amikkel bekerülhetett volna a sorozatban, mivel azért nem került be végül, mivel nem volt benne horror elem, tehát a játék maga érdekes volt, viszont nem találtam benne azt a horror elemet, ami miatt szerepelhetne a sorozatban. És hát ugye igen, a Tesco horror játékok maga a horror játékokról szól, hiszen benne van a címében is. Ja, ezzel kapcsolatban még egyébként a kérdőívvel, ugye a epizód megélése előtt, a 9. epizód megélése után kiraktam egy kérdőívet, amiben igazából titeket kérdeztelek arról, hogy hát hogy mi a véleményetek, melyik volt a legjobb, legrosszabb, legkreatívabb horror játék, melyik volt a legjobb epizód, miért tartottátok annak, rengeteg véleményt is kaptam sorozatok kapcsolatban, ezekből is nézzük meg néhányat. Először is nem nagyon tudtam, mire véljem a videó címét, de amikor elkezdte játszani, akkor egyből leesett, hogy miért ez a neve, és meg kell, hogy mondjam, hogy pozitívan csalódtam. Gondoltam, éppen elegen csinálok ilyet, de ilyen változatos játékokat és ilyen szórakoztatóan előadni másokat én csak néha láttam, úgyhogy nagyon örülök, hogy elkezdtek nézni annó 2016-ban. Az nem ma volt! Az nem ma volt, Jézusom. Rengeteget fejlődtél és jó irányba, és én minden alkalommal örömmel ülök le megnézni az új videóidat, és köszönjük. Én köszönöm igazából. Ez a rész ugye, ami a kérdőben volt, ez tipikusan arra hajlódzott, hogy kapjak egy visszajelzést a sorozattal kapcsolatban. Ugye, és kommentekben már nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, viszont így közvetlen, így a konkrét feltenni a kérdés, hogy pozitív, illetve negatív szempontból hogyan tetszik nektek a sorozat. Hát úgy gondoltam, hogy ez egy kihagyhatatlan dolog, tehát mindenképpen szeretnék úgymond reflektálni néhány pozitív, illetve negatív kritikára a sorozatot illetően így epizódok keretein belül. Közben rájöttem, hogy nem tudok beszélni. Tehát itt van ez a komment is, hogy pozitívum annyi, hogy mint az eddigi videóidban is hozod a jó humorot továbbra is. Negatívum esetleg, hogy a sorozat címétől néha eltérnek a játékok tényleges színvonalai. Nos, ezt teljesen megértem, sőt még az elején volt egy kis dilemmám is ezzel kapcsolatban, hogy jó horror játékokat is mutattunk már be a sorozat keretein belül, meg rossz horror játékokat, tehát már lassan mindenre volt példa. Így útközben megfogalmazódott a fejembe, hogy miért is Tesco-s horror játékok ez a sorozat, és nagyjából sikerült megfogalmaznom egy választ is erre. Lényegében ebben a sorozatban kisebb horror játékokat nézünk meg közösen, éppen ezért szerintem egy nem rossz cím az, hogy Tesco-s horror játékok, mivel nem feltétlen amiatt teszkós, hogy jaj de rossz, vagy hogy jaj de minőségtelen, vagy bármi, hiszen maga az áruház sem ilyen, tehát mint ugye a Tesco-ban is, tehát hogy ott sem minden rossz minőségi, vannak ott jó dolgok is, vannak ott rossz dolgok is természetesen, és ugye hát annak a áruháznak a szlogenje, hogy a legkisebb is számít, gondoltam akkor már írik erre a horror, indie horror fejlesztési játékok bemutatására való videóra, hogy így nevezzük el. Habár őszinte legyek, az elnevezés maga az inkább egy ilyen
hát szóhasználat nálam, hogy ja, hát milyen teszkós minőségű, de nem feltétlenül rosszra kell gondolni, csak annyit akarok mondani. Itt egy nagyon érdekes komment is például, hogy hát a negatívumot olvasom fel most. Tehát, hogy számomra a negatívum sorozat a szemben, hogy az érdekesebb játékokat nem besézett ki jobban. Nos, ezt én is megértem, sőt éreztem is magamon, hogy azért jobban bele lehetett volna nézni egyes játékokba. Például bánom is, hogy az előző epizódban, az Escape the Ayuki játékban nem néztem jobban bele. Mivel hát valamilyen szinten csalódtam benne, mivel azt a fake infót kaptam, hogy hát ez a játék a mikroformat érzékeli, és akkor hú de ijesztő lesz. De hát nem ez volt a valóság, hanem igazából csak az játékon belüli hang hatásokat érzékeli a szörny. Viszont ettől függetlenül jobban belenézhettem volna abban a játékban, mint 2-3 kör, és ezt kicsit bánom is, illetve gondolom más játékokkal is voltam így. Viszont most ebből a szempontból gondoltam jó ötletnek azt, hogy visszahozunk néhány játékot így az előző epizódokból, hogy amiket nem veséztem ki jobban, de ti megszavazzátok, hogy esetleg az nektek nagyon tetszett, mert kreatív volt, vagy mert ijesztő volt, vagy mert pont a legrosszabb volt, akkor ezeket így újra visszahozni, és meglesni, hogy mit hagytunk ki az adott epizódból. Szóval vágjunk is bele akkor most már még egy játékba, még mielőtt bárki is elalszik itt. Szóval nézzük is meg, hogy szerintetek mi volt a Tesco sorjátékok eddig bemutatott játékai közül a legijesztőbb. Oh god. Nem tudom, mit gondoljak, őszinte legyek. Legutóbb azért hagytuk abba ezt a játékot hamarabb, mivel folyton kikresselt. És volt egy olyan megérzésem, hogy ez direkt volt. És ez a sejtés beteljesült, vagyis hát igaznak bizonyult. Úgyhogy félve vágok most ebbe bele. Nem emlékszem a kódra. Mindjárt visszanézem egy epizódot gyorsan. 8-2-9-9-7. Oké, visszajött a telefonunk, nagyszerű. Flashlight az még mindig ott van, de én még mindig félek kimenni oda, az egérérzékenységen változtatnom kell. Oda megyek a lámpához, ha megijeszt valami, én megütöm. Igen, ott van az a szar. Ugye annyiban megváltozott a terület múltkorról. Jó, foglaljuk össze, hogy mi történt. Hajnali 2 van, ami nem jobb, vagy nem jó. Már aludnunk kéne egy ideje. Tehát ez valami gyerekről szól, azt hiszem. Ja, ugye ez a szörvénynek az linkje. Anyámmal írtam, hogy hogy vagytok ti ketten? Egy hét múlva újra veletek leszek, maradjatok erősek. Oké. Okay. Part 1. Ő nézte őt, ahogy... volt egy mosoly az arcán, amint látta őt szenvedni. Mi van? Nagyon örült neki, hogy szenvedett. Hát az eléggé mondjuk baj. Na jó van, nem kéne lekapcsolni a lámpát, ajtó fellök, mondjuk az egy kicsit gázos. Na szóval, maga itt mit csinál? Haló. Oké, kiabálás hallok lentre, ami egy kicsit bajlós. Na jó van, lássuk meg, mi a helyzet ide lent. Hát persze, hogy nem működik. Ja igen, itt van ez a szarnót, erre emlékszem. Igen, itt megijedtem mondjuk, erre emlékszem. Jó, lámpafény van, nagyszerű. Jesus Christ, megijesztenek megint, én nem tudom, mit csinálok. Oké, lámpa, meg itt is van. Mindenhol felkapcsolom a lámpát, én úgy érzem magam biztonságban. Hol megy a lámpa, mondjuk. A nótot, hogy is nyitom meg? J-vel azt? Nem, M. Akkor mivel nyitom meg a nótot? Nem tudok elmenni itthonról, hát ez szomorú, mondjuk. Pedig úgy elindultam volna már itt level... Oké, tehát erre kell menni akkor. Napot kívánok, van itt valaki? Nincs. Oké. Itt esetleg... Nagyon csöves szoba, mondjuk hozzá kell tenni. Na, itt van valami üzenet. Olyan világos, hogy nem látom. Ó, ez a kulcs le. Oké, nagyszerű. Akkor megyünk le. Na, let's go. Azt hittem, egy lépcső lesz így lefele. Na, ezt nem tudom elolvasni, mert nem tudok olvasni. Jó napot kívánok. Vagy hát nem azt, hogy nem tudok olvasni, csak nem tudom, melyik kombinációval hozom elő azt a billentyűt. Jaj. 97. Az ki? Ott van valaki. Az a szobámban van. Na, elkapom a grabancát. Mondjuk a számít, hogy 90... Ja nem, az csak a csatorna kód volt, emlékszem. Na mi van, uram? Vagy hő... Menjen ki a szekrényemből. Nem szeretem, hogy random emberek vannak a szekrényembe. Tényleg nem.
Mi történt? Kikapcsolta le a villanyt mondjuk. Már megint ott sír, hogy csesszem meg. Maradjál kusba, nem vagy ijesztő. már nem. Leszúrtak? Még mindig szurkál valami. Ez egy rémálom volt bizonyára. De valami nyökörög a szekrénybe, úgyhogy... Nem kéne tudnom elővenni a telefont szerintem. Ebbe a szituációba, de elővettem. Számokat mond, amiket remélem, hogy nem kell megjegyeznem, mert nem tudom hirtelen. Ezt hova kéne beírnom mondjuk. 6, 4. Már megjegyeztem mondjuk, annyira jó vagyok. Oké, jó. Szóval rémálom volt ez fix info. Csak a rádió beszélget magába, az teljesen normális mondjuk hozzá kell tenni. És itt a kérdés, hogy nekem merre kéne itt alkotnom valamit. Tehát oké, hallottam a számokat. De hogy azok mit jelentenek? The numbers, Mason, what do they mean? Tehát ezek a nótok, Oké, azt sem tudom, hol vannak ezek a lakásban jelenleg. Igen, ez jön, és most jön az utolsó, ami... Nem tudom, hogy hol van. Hát amelyik még fel... Persze. Hát ez a sorrend, nem? Bazd meg az akkumulátor! Jaj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 
felvételt, hogy megmaradjon. Azt a mindegy, majdnem lemerült a telefonom. 2%, oké. Ó, te jó ég, most egy kicsit pánikba estem mondjuk. Oké, itt vagyunk még, jó napot. Hát a izé nem lesz már ugyanaz lehet, de mindegy. Hát ezt az ajtót kéne kinyitnia, nem? És leestek. Ó! Oké. Most valamiért működött. Ó, itt valami festészet van. Azt mondja, lámpa kell. Mondom, lámpa kell. Ajtó nem kell. Oké, nézzük csak. A sikítás és a sírás, hallod őket? Hát itt a nót. Azt hogy tudom elolvasni? Na már valami megint törik, hallod? Nem hiszem el. Nagyon vicces mondjuk. Nem tudom ki a tökem szórakozik itt már velem itt. Hajnalok hajnalán. Menj ezdé, hajnali, kettő. Már megint itt sír nekem valaki. Vagy nem. Hát akkor nem tudom. Még valakit hallottam sírni actually. Hagytak nekem több üzenetet is. Nagyszerű. Mindet el is olvasom. Vagy erre nem tudok menni, ha? Mert itt van egy láthatatlan fal. Ott meg egy démon. Why are you running? No running in the halls. Na most már itt tudok menni, let's go. Most hová tűnt Damon Hill? Na, én meg levette a fotókat, hát ilyet. Nem engedtem meg, hogy levedd a képeket a festményről. Vagy hát a falról a kép, na fuck off. Itt a képből sír, nem? Hát most konkrét, hogy bujocskázok itt a Margitta a saját házamba. Úristen, mi történik? Mi történik a képpel? Haló? Ez egy kicsit kékebb, mint szokott lenni. Oké, nem tudom, mi van a képpel. Kicsit kijebb hozom így. Remélem jobb lett. Fészkem kicsit elcsúszott valószínűleg, de mindegy. De itt ez a kép sír, hogy szörvi sincsen, semmi. Yes, no, hát ez jó szörvi volt mondjuk, hozzá kell tenni. Abba sír a nő. A kis szobába menjek be? Az a szem ez. Aha, tehát mit tudjam én, valami olyasmi lesz a sztori, hogy gyerekből éltek meg a szülők, aztán, hogy őrületbe kergették szerencsétlent, vagy valami ilyesmi lesz. Az nem működik, mert alapban mély volt a hangja. Oké, viszontlátásra. Mehetek? Én sem lehetnék boldogabb egyébként, csak már mennék így el. Minden. Oké, valami támad. Van. Ja, itt a démon.
Démon. Megbeszélhetnénk. Démon! Na, én is kopogok már vissza, haló. Kiengedné, démon? Szívet ez a démon. Haló! Ne sírjál, mert halott, megbeszéljük. Ígyünk egy kávét, vagy valami. Ne legyél már, keci. Uram, vagy hölgyem, vagy ki vagy, nem baj. Keep cop, engedj, kimondjuk. Húha, hát ez nem valami könnyű eset. Oké, okay. Nyugalom. Nyugalom, meg tudjuk beszélni. FBI név, nem kell ide az FBI. Fogadjunk egy blokkóta az ajtót, szóval. Na végre. Azt kell, hogy meg kell beszélnünk egy pár dolgot a saját lakásomba való betörésedről. Oh god. Jó, most valami mély történetet hallhattunk a család tragédiájáról, vagy valami ilyesmi volt. Most nem tudom, hogy most én vagyok itt a betörő? Majd akkor gondolom ez az ő házuk, nem? Ha már itt ennyi cuccuk van. Akkor már értem, hogy miért kísértenek, hát mondjuk nem, mert nem veszek új házat. Emiatt. A boxok, itt költözgetnek itt, hallod el. Elfele költözgetnek. Tudok valamit alkotni itt magammal, hogy így meghalok, vagy valami? Ezt adnám mondjuk. Vagy hát nem azt, hogy meghalok, de na mindig. Szekrénye el vagyok igazából, ez a két... Oh! Oh! Tudtam, hogy ki tudom bugoltatni. Valami még belém esett. Literálisan kiestem a pályáról. Na jó, igazából megnéztem így a sztorit így YouTube-on, hogy mi a téma, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon más nem történik már ebben a játékban, miatt érdemes lenne tovább játszani. De érdekes játéknak tűnt, és engem megfogott az elején, mivel megijedtem tőle. Ezek után most már nem nagyon tudom befejezni, hiszen már tudom, mi a vége nagyjából. Hát nem történik semmi ijesztő, nem történik végül is. Azokon az ijesztéseken kívül, szóval ez lett volna a The Survey. Nos, akkor folytassuk tovább a ti véleményetekkel. Szeretem, hogy milyen higgadtan kezeled többnyire ezeket a játékokat, hiába tudod, hogy ez horror zsanra, ami nekem speciál elég ahhoz, hogy megalapozza az alapszorongató érzést. Ez rajtad csak ritkán látszik meg, így szórakoztatóbb a bemutató is. Na igen, ez számomra érdekes egyébként, mivel én érzem magamon, hogy ha horror játékok játszok, akkor valami szinten én is rá stresszelek. És érdekesnek találom, hogy ez egyáltalán nem látszik meg így videón keresztül. Tehát, hogy van egy ilyen, amikor tényleg félek egy játéktól, viszont annyira, mit tudom én, magyarázok valamit például, hogy így valamilyen szinte elvonom vele a figyelmem. Meg egyébként én se annyira szeretem azt, amikor valaki túlságosan, és nem azt, hogy túlságosan megijed, hanem amikor így rájátszik arra, hogy megijed. Mert, hát jó, azt mondjuk tapasztaltam magamnál, hogy a 9. epizódban például az a Akanatai, vagy mi az is sem volt annak a játék neve. Ott egy kicsit lehet, hogy túlságosan is rájátszottam arra, hogy jaj, de megijedtem. De hát egy kicsit hangosabb voltam az átlagnál. Viszont például amikor játszottam a Survey-jel, akkor az tényleg olyan reakciót váltott ki belőlem, amin én is meglepődtem így utólag szerkesztésnél. Mondom, ilyen hangokat adtam ki magamból, Jézusom. Viszont amit észrevettem egyébként, hogy más horror játékoknál is, hogy már ritkán van az, amikor tényleg megijedek, tehát jumpscare, már mondjuk a Five Nights at Freddy's pont egy ilyen dolog, tehát én már arra a játékra immunis vagyok valamilyen szinten, meg a legtöbb ilyen horror játékra sajnos, úgyhogy valamilyen szinten ez nálam is így kezdődött, hogy azért kezdtem el ilyen kis indie játékokat keresni, hogy hát, ha azok meg tudnak ijeszteni, és hát volt, aminek sikerült megijesztenie. De itt van ez a komment is, hogy abban az esetben, ha egy játék mégsem teljesen hulladék, vagy valamennyire kreatív, az a tölthetné egy kicsit több időt. Nos, ezzel egyetértek, viszont ugye egy tírő is, hogy legalább a rész is egy kicsit hosszabb lenne. Nos, én ezzel kicsit vacilálok, mivel nálam még egy kicsit a 20 perces epizódok is soknak tűnnek, ugye átlagban nem szoktam ilyen hosszú videókat csinálni sem. És így néha elgondolkozom, hogy oké, egy 20 perces a videó, de van, aki ezt végignézi? tehát most így ennél az epizódnál más lesz, mivel ez valószínűleg premierbe fog kimenni. Viszont így átlagban azt láttam, hogy a legtöbben nem nézik végig a videóimat. Tehát ugye valamelyik videóban mondtam is, hogy az outroig sokan nem jutnak el. Viszont nem tudom, hogy ez a Tesco-s horrorjátékonál hogy van, tehát ezt még úgy nem figyeltem meg, különösebben. Igazából meg is kérdeztem itt tőletek szerintem, ha már úgyis élőben megy esetleg itt a live chatbe, hogy szeretnétek, hogy hosszabb epizódok is legyenek? Tehát mondjuk nem akarok teljes egy órás epizódokat, mert az tényleg sok lenne.
Viszont mondjuk, ha az átlag műsordi az jelenleg ilyen 15-20 perc körül van, viszont akkor, ha gondoljátok, akkor esetleg megemelhetjük ezt, mit tudom én, 20-25 percre is. Sőt, már van olyan epizód, ami azt is meghaladta, tehát volt már egy 40 perces epizód is, amit levágtam 28 percesre. Tehát megoldható esetleg, hogy hosszabb epizódok legyenek, hogyha mélyebben belemegyünk egy adott játékban. Viszont azt is el tudom képzelni, hogy úgy vágom meg a videót, hogy tényleg csak azok a részek legyek benne, amik szórakoztatóak. Amit még így megemlítenék egyébként játékokkal kapcsolatban, hogy mostantól lesz egy állandó felület arra, hogy esetleg tudjatok játékokat ajánlani nekem. Nos, ez olyasmi lenne, mint ez a kérdői, viszont itt csak konkrét a játékkal kapcsolatban lennének kérdések, például, hogy mi a címe, honnan szerezhető be, illetve van-e plusz megjegyzésed magához a játékhoz. Na és ez igazából minden epizód leírásában ott lesz, tehát hogyha bármikor játékot szeretnétek ajánlani, akkor ez elérhető lesz, és itt közvetlen tudtok játékot ajánlani, ami esetleg bekerülhet egy későbbi epizódban. Úgy érzem, hogy ennyi duma elég volt ismételten, szóval ugorjunk is át a játékra, amit ti úgy szavaztatok meg, hogy a legkreatívabb volt mindközül. Ugyanis ez nem más, mint a... Na jó, hát akkor itt kezdődünk, menjünk el. Oh, itt egy lemez, vagy kazetta, bocsánat. Nézzük meg, hogy mit rejt eme kazetta. Ó. Oh. Ja, ebben a házban volt a csávókám, tényleg ott a 4-es számmal ott a... Na, érdekes szituáció volt, hozzá kell tegyem. Na jó, van, hát akkor Miklós patkány viszont látásra. Ja, na minden álom volt, hát persze. Oké, megint végigjöttem itt az egész placon, semmi ijesztés nem volt, úgyhogy kezdek aggódni, hogy ez az egész csak egy olyan, hogy is mondják, tehát én feszültségkeltő, nem is az, hogy jaj, majd lesz itt egy jumpscare, bár nem tudom, hogy az jó lenne egyáltalán. Hát jó, akkor itt vagyunk. Jön a port, van itt valaki, már megint elbújt itt a munkatársam valahol, akkor le fogom ütni, az fix info. Oké, számítógép az már itt van. Jó, megjavult a kamera, ahogy látom. Jó van. Hát ott hátul meg mindig szét van borulva minden. Ó, mi a... Hát, hova kerültem, Dó? Kicsit koszos a padló, meg mi ez a sok tévé? Ez nem egy ilyen kis bot? Mi nem elektronikai eszközöket árulunk itt, haló? Oké, valami bizarr, valami nincs rendben. Az anime újságok még rendben vannak, ez a lényeg. Azon kívül mindenhol tévék vannak itt feleslegesen, tehát... Lehet, hogy ez a bot régebben egy televízió bevásárló központ volt. Hát oké. Jaj, most már nem kell itt töltőképernyőket várni, hogy átmenjek. Aj, de jó. Hát jó, éjfél van egy kicsit, megnézzük a kamerákat. Mondom, oké, hát nem tudom, mi más látná. De most itt a kamera... Ej, az a kis csaj, hello. Hát mit mászkál ott a sorok között? Hát, új tévét néz magának, ajjaj. Látsz valami jót, akkor csak csönges. Fenyítően sétál, azt a forgásokat. Az hol van most? Jó, ott, valahol ott van valahol. Nincs jó rálátásom itt a kamerákkal. Hová tűnt Demon Hill? Na mindegy, én szinte most kimegyek és felrugom. Már nem rosszból, csak így. Haló, kölyök, merre vagy? Hello, kölyök. Azt nem mondta, csak a kamerákon látom. Ja, mondjuk ez egy szellemdémon elvileg, szóval. Tehát oda megy, ahova csalom a tévékkel esetleg? Várj, ezt most tesztelem. És itt terelem az gyereket, hogy mi az Isten? Menj már haza! Zárva vagyunk. Itt hátul minden rendben, itt nem látszik a... Hoppa gyerek, na elkapom a grabancodat, mit szenvedsz itt? Ez mi volt az a... A gyerek az mit csinált ott hátul mondjuk? Hopp, na mi van, jó reggelt. Nem mondod, hogy csak álom volt az egész itt minden. Tiszta kamut minden amúgy. Hopp, valaki bejött. Na mindegy, megnézem mi van itt hátul. Van esetleg itt valaki? Nincs. Nem lehet nyitni. Ott a Merida Duarte, azt az a Robin biciklia volt. Na mi a téma itt az ajtó? Ja, már megint démon. Jó van akkor. Be se tudok menni mondjuk. Na az mondjuk baj. Ajjaj. Itt a kazetta. Hát akkor nézzük meg, hogy mit rejt a kazetta. Biztos vagyok benne. Hogy nézzük meg. Vagy ez a választási lehetőségem, hogy meg is tudom nézni a kazettát, vagy el is tudom dobni? Nézzük meg, kit érdekel. Max meghalunk. 7 nap múlva. Ó, hogy ez már így az ending, oké.
Nos, ez lett volna a három játék, ami végigjátszásra kerül az epizódban, viszont még egy kicsit menjünk vissza a kérdőívre, ugyanis pár kérdésre adtatok válaszokat, amiket most így videóban megnéznék. A legtöbben a sorozatot már az első rész óta nézitek, ami igazából szerintem tök jó dolog, mivel ez a sorozat úgy indult, hogy hát ez csak egy pilot epizód lesz, meg kiderül, hogy mi lesz belőle, vagy lehet ebből valami, és hát már az elejétől kezdve nagyon pozitívan álltatok ez az egészhez, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy a jövőben is így lesz. A legjobb résznek így most így döntetlen állásban a 7. illetve a 9. rész mondtátok. Ha nekem kéne mondanom, így teljesítmény szempontjából, illetve maga a játékok szempontjából szerintem a 7. rész volt eddig a legjobb. Feltettem még egy olyan kérdés is, hogy mit szólnátok, hogyha a későbbi epizódokban esetleg multiplayer horror játékokat is kipróbálnánk. Ez röviden abból állna, hogy többen is játszanánk egy horror játékkal, de úgy próbálom megoldani, hogy epizódonként mondjuk csak egy horror játék legyen, ami múlt is, a többi mind ilyen megszokott egyjátékos módos horror játék. És azt szavaztátok meg többségében ilyen 79-20%-ban, hogy jöhetnek a Tesco-s Morty horror játékok, úgyhogy valószínűleg a későbbi epizódokban már ilyen játékok is kerülnek terítékre, ahol többen is játszunk. Ugye kérdeztem azzal kapcsolatban is, hogy szerintetek hogy oké-e, hogy minden 10. rész ilyen összefoglaló epizód lenne, és a többségében azt mondtátok, hogy igen, viszont itt vannak alternatív választ-lehetőségek is, mint például, hogy van, aki azt mondta, hogy legyen 4 vagy 5 játék. Úgy vagyok vele, hogy szerintem maradjon meg a jelenlegi formula, hogy 3 játék epizódonként, illetve a 10. részekben 3 játék újrajátszása. Nem tudom, ez a 3, ez így egy varázsszám, nem tudom, nálam ez így bevált. Nem tudom, mi lenne, hogyha több játékot játszanék végig egyszerre egy epizódban, meg akkor lehet, hogy az epizódok is ritkábban jönnének ki. Na és igazából ennyi lett volna ez a Tesco-s horrorjátékok epizód, remélem, hogy tetszett nektek ez a felállítás így a 10. rész alkalmával. A 11. rész már a megszokott stílusban fog jönni, 3 játék, és ki tudja, hogy még mi lesz. Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi figyelmeteket is, remélem, hogy a jövőben is követni fogjátok a sorozatot, és hát akkor a legközelebbi epizódban találkozunk. Addig is, sziasztok!